Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Árhullám. Víz alatt a Kemenci erdő jelentős része. Holtág rehabilitáció, strandfejlesztése. Többek között ezek várhatóak a következő időszakban Domboriban. Sorkatonaság. Állandó témája volt a közéletnek, a szexerdélyeket is megmozgatja az ügy. Interaktív programok, számos elfoglaltság. Nyári táborokat szervez a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum. Víz alatt a Kemenci erdő jelentős része. A szakemberek hosszan elnyúló árhullámra számítanak. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága és a Kemenc ZRT rendelkezései alapján a Kemenci erdő egész területén tilos a csoportos és egyéni vízitúrák indítása. A kiránduló és az infrastruktúra védelmében a Kemenc ZRT teljesen szünetelteti a vonatközlekedést az erdei vasúton, amíg az árhullám visszavonul. A vadállomány még nincsen veszélyben, de a szakemberek megkezdték a vadmentő dombok takarmányozását. A Dunán most, ahogy mi látjuk, egy hosszan elnyúló árhullám vonul le, ami most vélhetően már tetőzött baja vízmércéhez képest 801 cm-rel. Ez valamennyivel alacsonyabb, mint a téli időszakban megszokott. Ennek az árvíznek, árhullámnak a következtében a Kemenc ZRT és a Duna-Dráva Nemzeti Park elrendelte, hogy a belső vízterületeken szervezett csoportos, illetve egyéni kenutúrák, vízitúrák nem szervezhetőek. A korlátozásoknak kettő oka van. Egyik a baleseteknek a megelőzése, hiszen ilyenkor sokkal erősebb a Fő-Dunának, illetve a mellékfolyóknak, a mellékágaknak a sodrása, és a benne található hordalék, úszadékfán könnyen fennakadhatunk, beleborulhatunk a vízbe. Mellette pedig ugye a vadállomány számára ilyenkor szükséges magas pontokat megkeresni, ahol túl tudják vészelni ezeket az időszakokat, és számukra nagyon fontos, hogy ilyenkor nyugalmat biztosítsunk az erdőbe. Ennek okán kérjük azt, hogy illetve rendeltük el ezeknek a vizitúráknak a tilalmát. Mellette kérjük a túrázókat is, illetve elrendeltünk részleges erdőlátogatási korlátozást ezekre a belső területekre, arra az időszakra, amíg az árhullám visszavonul. A Pörbölyi Ökoturisztikai Központ továbbra is várja látogatóit a múzeumokban. Domboriban is számos feladat vár a következő önkormányzati ciklusban a helyi képviselőkre. Ide tartozik a belterületi utak javítása és Dombori Öregfalu szennyvízcsatornázása. A tervekről számolt be Bordács József, FAD polgármestere. Csak úgy, mint FAD-on, Domboriban is számos terve van Bordács Józsefnek, akit június 9-én ismét polgármesteré választottak. Domboriban nagyon fontos, hogy működik egy civil egyesület, aminek a vezetője Takács Anikó, aki egyébként a képviselői csapatom tagja volt, ő neki nem sikerült sajnos bejutnia. Nem sokon múlott egyébként ez a történet, úgyhogy én Anikóval közösen is az egyesülettel közösen képzelem el a jövőt, együttműködve. Nagyon sok jó ötletük van. Dombori Öregfalu szennyvízcsatornázása is problémát jelent, ami azonban a jövőben megoldódik. Hiszen a mai napig sajnos Dombori Öregfaluban a Holtágtól néhány tíz méterre hát pöcegödögre folyik a szennyvíz, ami én azt gondolom nem normális semmilyen szempontból, környezetvédelmi szempontból is sem. Illetve hát ha azt még hozzárakjuk, hogy Dombori Öregfalu tól nem messze vannak a szekszárdi ivóvízkutak, az ivóvízbázis egy nagy része ilyen szempontból is nagyon veszélyes, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez a Paks 2 beruházás kapcsán a fejlesztési ivóvízi szennyvíz fejlesztési beruházásba ezt betudtuk, bekerült és meg fog valósulni. Az önkormányzat a strandokat is szeretné fejleszteni. Meg kell tegyenek mindent annak érdekében, hogy a turizmus virágozzon, mondta a polgármester. Természetesen Domboriban is vannak programelképzeléseink is a jövőre nézve. Jövőre már mindenképpen szeretnénk egyfajta strandfesztivál jelleggel rendezvényeket is elindítani, amint az önkormányzat, illetve szintén kérve helyi vállalkozók segítségét is el tudunk indítani, ilyenbe is gondolkodunk, illetve a strandokon is gondolkodunk többfajta fejlesztésbe, akár újabb vízisport lehetőségeknek a megindításában, nyilván szintén vállalkozói segítséggel, illetve strandon is nyilván próbáljuk majd a körülményeket folyamatosan javítani. Fontos még kitérni a FAD Dombori Holtág rehabilitációjára is, amely szintén nagy léptékű projekt lehet az elkövetkező években. Ez a FAD Dombori, Tolnai és a Bogyiszlai Holtágrendszer teljes rehabilitációja lenne, ami tartalmazna egy teljes iszapkotrást,
partfal megerősítés cölöpözéssel mind a három oltágon, illetve mind a három oltágnak egy direkt szivattyúterep kiépítését, ahol a vízutánpótlást, illetve a vízügy a állandó vízszintartás meg tudná oldani. Úgyhogy ebben nagyon reménykedünk, ez a kormány asztalán van, gyakorlatilag uniós pályázati források, bízunk benne, hogy lesznek rá, és akkor el tud indulni ez a nagy beruházás. Én azt gondolom, hogyha ez a teljes oltág rehabilitáció itt ezen a három oltágrendszeren meg tud valósulni, akkor teljesen új alapokra helyezzük a három településnek a jövőjét. Addig is a település folyamatosan dolgozik a holták vízutánpótlásán, a vízügyjel és a paksi atomerőművel. Habár Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország megengedheti magának azt a luxust, hogy csak hivatásos katonasággal rendelkezzen, a sorozás kérdése folyamatosan napirenden volt az elmúlt időkben. Hol a német tervek, hol a hazánkban korábban tett felszólalások miatt. A szexuálisokat kérdeztük, mit gondolnak a sorkatonaság intézményéről. A Magyarországgyűlés 2004-ben szüntette be a kötelező sorkatonaságot, mielőtt azonban ezt meglépték volna, főként polgári körök nyomására enyhíteni, módosítani kezdték azt. Rövidebb időt, fegyver nélküli, akár polgári szolgálat lehetőségét is megadták. Végül november 3-án szüntették be. Az elmúlt időszakban, főként az orosz-ukrán háború okán újra és újra terítékre kerül a téma. Hát én örülnék neki, mert néhány fiatal ráférne egy jó modor, amit sokan nem tudnak itt. Azok az idősebbek, akik voltak katonák, azok tudják, hogy mi az illem. Itt Magyarországon ez már egy kihívás a fiataloknál, javarészt. Én csak ennyit tudok mondani. A németeknél tárgyalták kissé komolyabban a kérdést, de az a mostani júniusi álláspontokat megismerve áldilemmának bizonyult, hiszen egyrészt nem általános kötelezettségről, hanem kérdőívről, és utána történő kiválasztásról volt szó, de végezetül ezt sem vezetik be. Szerintem rossz dolog. Miért? Nem lenne jó. De miért nem? Nem készülünk semmire. Aki akar, elmehet önkéntesnek, a többi maradjon otthon. Bár nem ártana a fiataloknak, azt hozzáteszem. Hazánkban néhány évvel ezelőtt a KDNP politikusa Simicskó István szólalt fel a parlamentben, ahol a baloldal történelmi bűnének nevezte az általános hadkötelezettség eltörlését, amelyet nekik kellett helyrehozniuk. Vannak hivatásos katonák, akik elegen vannak, és akik megvédik a hazánkat, ha kell. Úgyhogy a fiatal fiúknak nem, mert azelőtt is rossz volt nekik, hogy 2-3 évig is voltak katonák, és ez fájt a szívük, hogy be kell vonulni. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója véleményt cikkben fejtette ki 2022-ben, hogy a kormánynak újra kellene gondolnia a sorkatonaság visszahozatalát, sőt, kiterjesztését. A Honvédelmi Minisztérium erre azzal reagált, hogy mindez a professzorasszony saját véleménye, és nem egyezik a kormány álláspontjával. Hát én nem lövetném le magam, hanem muszáj. Személy szerint egyelőre szeretném valamire vinni előtte. Ki tudja, még mi lesz. Hát volt, fatarom volt, ugye? De hát akkor nem voltak ilyen háborúk. Ő azt mondta, neki nem volt vele baja. Engem is csak a háború része zavar. Inkább. Orbán Viktor miniszterelnök nemrégiben azt nyilatkozta, Magyarország megengedheti magának, hogy csak hivatásos hadsereggel rendelkezzen. Hát hülyeség szerintem. Én voltam katona 67-től 69-ig. Hát most be akarnák vezetni a katonasságot. Egy nincsenek se laktanyák, semmi hozzá. Tehát olyan infrastruktúra hiányzik, hogy az rendkívül sok. Ja. Nagyon sokba kerülne. Van így épp elég baj ebben az országban. Ja. Úgyhogy nem tartom jó ötletnek. A szexárdiakat megosztja a téma, de nem elsősorban a háborús konfliktus miatt, hanem azon a vegyes ismeretek és élmények miatt, ami a korábbi rendszert jellemezte számukra. Egyelőre azonban általános hadkötelezettségről szó sincs hazánkban. A napokban több olyan baleset is történt Tolnában, ahol a sofőr az esős időben nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességet. Dombóváron egy autós látását a heves esőzés korlátozta elmondása szerint, így későn észlelte az előtte elhaladó kocsit és a hátuljának hajtott. Egy másik sofőr Tamási irányába közlekedett, amikor egy balra ívelő, hosszan elnyúló kanyarba megcsúszott, sodródni kezdett, majd a szemközti árokban felborulva állt meg. Az 55-ös út 114-es kilométer szelvényében egy bátaszék felől Baja felé közlekedő kamion tért le az útról. A sofőr nem az út és időjárási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, és elvesztette uralmát a jármű felett.
Április elején tett feljelentést egy dalmandi férfi ismeretlen tettes ellen, aki a bekerített udvarán álló csukott, de nem zárt melléképületből szerszámokat vitt el 10 000 forint értékben. Pár héten belül még fordultak a hatóságokhoz a községből, mert egy hivatlan látogató őket is megkárosította. Egyiküknél a nyitott kiskapun és a bejárati ajtón jutott be a házba, majd egy pénztárcából elvett 7 000 forintot. A másik sértett kára közel 50 000 forint. A meggyanúsított férfinak 3 rendbeli lopás vétsége miatt kell felelnie. A napokban a dombovári rendőrkapitányságon befejezték az eljárást, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre. Bonyhádváros önkormányzata, a Kolónia Alapítvány és a Bonikom NKFT 2024-ben is meghirdeti Virágos Bonyhádért környezetszépítő versenyét családi ház, társasház, illetve intézmény, üzlet, vendéglátó egység, gazdálkodó szervezet kategóriákban. A jelentkezési lap igényelhető a Városháza portáján és letölthető a bonyhad.hu weboldalról. A nevezési határidő július 1-e. Hamarosan nyári táborok nyílnak meg a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum több intézményében. Tamásiban ez már hagyománynak számít, azonban van, ahol először tartanak ilyen jellegű programot. A Tamási Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskola és Kollégium idén immár 4. alkalommal rendezi meg 3D robot olimpia és 3D nyomtatás táborát. Kurzusonként 14 főt várnak majd július első 3 hetében. Két fő tematika irányában megy el a 3D táborunk. Az egyik az a 3D tervezés és a 3D nyomtatás, a másik pedig a robotika, robotprogramozás, robotépítés. De mindemellett ezeket a programokat kiegészítjük, akár lézervágás, lézergravírozás, drónok reptetése, programozható robotkaroknak a bemutatása, 3D szkennelés, különböző 3D nyomtatási eljárások, sőt még az ételnyomtatót is kipróbálhatják a tanulók. A 3D tervezés során a tanulók különböző modelleket készítenek el, melyeket aztán kinyomtatnak és hazavihetnek. A robotikában pedig LEGO robotokat programoznak. Egy úgynevezett LV3-as LEGO robotot, ahol van egy központi tégla, a központi téglára építjük fel gyakorlatilag a robotot. A robotoknak ugye vannak érzékelőik, és vannak különböző mozgató egységeik, tengelyek, motorok, amelyekkel ugye az egyes részeket tudjuk a szenzorok adatai alapján vezérelni. Első alkalommal hirdetett nyári tábort a Szekszárdi Bezerédi István Technikum. Ők az interaktív szakma bemutatók mellett számos más programmal készülnek június 24-e és 28-a között. Lesz sárkányhajózás, lesz íjászkodás, lesz kutya bemutató, kézműveskedünk a gyerekekkel, szabadulószoba, lesz e-sport, és akkor a hetet pedig egy habpartival fogjuk zárni. Tehát nem csak az intézményi falain belül tölthetik el az időt az általános iskolások, hanem azon kívül is. A Szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó iskola pedig séftáborral készül, amit szintén először rendeznek meg. Ez a séftábor, ugyan a neve azt mondja, hogy csak szakács témában fog működni, azonban nagyon sok lehetőséget kínál, nem csak a szakmában, de ezen kívüli foglalkozásokban is. Fognak a gyerekek várost látogatni, logikai feladatok lesznek, sportfeladatok lesznek, egy szóval az oktatóink nagyon széles skálán készülnek feladatokkal. A főzés fortéjait sajátítják majd el a táborozó általános iskolások különböző napi feladatokon keresztül. Az igazi nagy programot azt csütörtök délutánra tartogatjuk. Eddigre a tanulók már egy kicsit belerázódnak a főzés rejtelmeibe, és egy délutáni piknik keretein belül megvendégelhetik szüleiket a saját maguk által készített ételekkel. A gyerekek többek között szendvicseket és meleg ételeket is készítenek majd. Az elmúlt időszakban tapasztaltakkal ellentétben a héten pénteken emelkedik mind a benzin, mind a gázolajára. A benzin esetében ez 4 forintot, a gázolajéban 5 forint többletet jelent majd, írja a holtankoljak.hu. Ez alapján a 95-ös benzin literenkénti ára 594, a gázolajé 601 forint lesz.
A megszokottnál két héttel korábban kezdődött idén a kajszi barack betakarítása a hazai ültetvényeken. Bár a minőséggel egyelőre nincs probléma, a mennyiséget ebben az évben is jelentősen befolyásolták a tavaszi fagyok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet közös körképe szerint a tavalyi gyenge termésnél jobb, de a 2022-es mennyiségnél kevesebb termésre lehet számítani. Ez a következő hetek időjárásának függvényében tovább változhat, a becslések szerint azonban 16-18 ezer tonna kajszi betakarítása valószínű. Június 7-én és 8-án folytatta hagyományait a Bátaszéki Sportegyesület karate szakosztálya, hiszen tradicionális és övvizsgatábor tartottak a Bátaszéki Sportcsarnokban. A résztvevő több mint 70 megjelent karatéka két csoportban, kezdő-haladó bontásban végezte az edzéseket, melyen a Vedokai karate mozgás anyaga volt terítéken. Az edzéssorozat zárásaként 29 sportoló tett sikeres vizsgát. A Szekszárdi Garai János gimnáziumban egy ünnepélyes szerződéskötés keretében az intézmény és a Német Nyelvi Diploma Központi Bizottsága a tartományi oktatási és kulturális miniszterek állandó konferenciájának képviselői között történt megállapodás. Így egy DSD minőségirányítási szempontok szerinti német nyelvoktatás és regionális nyelvvizsgaközpont jön létre. Toronyi Gyöngyi, az iskola magyar-német szakos pedagógusa szívügyének tekinti a gyerekek idegen nyelvoktatását, így nagyon várta már a szerződés aláírását. Régóta szerettük volna már, hogyha mi is csatlakozhatunk a DSD programhoz, hiszen nagyon sokan érkeznek hozzánk úgy gyerekek, hogy a DSD 1 nyelvvizsgájuk már megvan, viszont nem tudtak vele itt tovább haladni, úgyhogy nagyon örültünk, amikor ismét lehetőség nyílt arra. Nagyon hosszú ideig nem lehetett csatlakozni ehhez a nyelvvizsgaprogramhoz, és amikor újra lehetőség nyílt rá, akkor gyorsan megragadtuk az alkalmat. A DSD rövidítés magyarul német nyelvi diplomát jelent. Ez az alapfeltétele annak, hogy aki nem német állampolgár és nem német anyanyelvű, az egy német egyetemre felvételt nyerhessen. Ez a vizsga, ez azt jelenti, hogy ha leteszik a gyerekek, akkor a magyar érettség és ezzel a nyelvvizsgával a kezükben egyből mehetnek akár egy német egyetemre, hogyha szeretnének, illetve mivel ez egy államilag elismert nyelvvizsga, ha nagyon jól csinálják, akkor felsőfokú, ha picit kevésbé jól, akkor középfokú nyelvvizsgát kapnak. Sok tanuló már meglévő nyelvi alapokkal érkezik az intézménybe, de vannak, akiket előzetes tudás nélkül tanítanak a nyelvre. Ami fontos, hogy érdeklődjenek iránta. Amíg az angol egy középszintig könnyen tanulható nyelv, addig a német pont a középszintig nehezebben tanulható, hiszen nagyon struktúrált, nagyon rendszerezett, nagyon sok szabállyal. Tehát, hogyha most azt kell mondanom, milyenek azok a gyerekek, akik szeretik a szabályokat, vagy elfogadják a szabályokat és a rendet, azok tudják könnyebben megtanulni a német nyelvet. Az intézmény a nyelvoktatás területén is igyekszik kiemelkedőt alkotni és megteremteni minden lehetőséget a diákjainak, ez az egyezmény pedig egy újabb lépés a fejlődés útján. Regionális híreink következnek. Beteg gyerekek gyógyítására szerveznek gyűjtést. A pécsi vásárcsarnokhoz várják a segítőket a kereskedők. Offroad. Minden eddiginél változatosabb programok. Összefogtak a pécsi vásárcsarnok kereskedői, és két Duchenne-szindrómás beteg kisfiú javára szerveznek gyűjtést. A betegség gyógykezelésére külföldön van lehetőség. A terápia több mint 1 milliárd forintba kerül átszámítva. A pécsi kereskedők gyereknapot szerveznek június 15-ére, ahol adománygyűjtésre is lesz lehetőség a vásárcsarnok előtti téren. Nemes Marcell vagyok, egy izomsorvadás beteg 4 éves kisfiú. Szüleimmel keresünk 300 ezer embert, aki utalna nekem 4500 forintot, hogy felnőhessek. Ez olvasható az NM Izmok Gyógyulásaért Alapítvány közösségi oldalán. 1 milliárd 350 millió forint lenne, ha tényleg adna 300 ezer adományozó 4500 forintot fejenként. Ennyibe kerül Marcell ritka betegségének gyógykezelése. A pécsi vásárcsarnok kereskedői úgy döntöttek, ők is segítik a gyűjtést. Marcell mellett még egy beteg gyermek gyógyulására gyűjtenek. Kettő kisfiúról van szó, az egyikük komlói, a másik pécsi, mind a ketten Duchenne-szindrómában szenvednek. Ez egy nagyon-nagyon csúnya betegség, 3600 gyerekből egy, aki szenved tőle átlagban, de talán egyrészt szerencsések azok, akik emiatt nem érintettek, viszont nagyon szerencsétlenek azok, akik érintettek, mert borzasztó drága a kezelés, és semmiféle támogatása nincsen, úgyhogy megpróbálunk segíteni, amennyire a lehetőségeink engedik.
Mintegy 25 kereskedő fogott össze, és segítő szervezetekkel közösen rendeznek egy gyereknapot június 15-én. Társadalmi szerepvállalás címén is megpróbáljuk megmutatni, hogy többre is képesek vagyunk annál, mint hogy most mi magunk csak összegyűjtünk egy kis pénzt, és talán sikerül felhívni erre a szörnyű betegségre másoknak a figyelmét is. És akkor egy ilyen kisebb rendezvényt terveztünk ide a vásárcsarnok előtti térre. A reggel mazsorettes lányok fognak nyitni 9 órakor, veteránautó kiállítás lesz, tűzoltóautó és rendőrautó, illetve rendőrmotor bemutató, arcfeszítés lesz a gyerekeknek, illetve csillámtetkót csináltathatnak maguknak, meg egy mini presszpark lesz, és egyéb kisebb-nagyobb attrakciók a számukra. Adománygyűjtő pontokat is felállítanak, így a felajánlásokból és a készpénzes adományokból szeretnének hozzájárulni a gyógykezelésük finanszírozásához. Jótékonysági vásárok lesznek különböző termékekkel, sütemények, bor, stb. Különböző felajánlások vannak, és reméljük, hogy eredményes lesz ez is. Plusz még készpénz is lehet. Igen, igen. Hát lesznek adománygyűjtő ládák, illetve mind a két kisgyereknek külön alapítvány gyűjti az adományokat, és oda átutalással is lehet adományozni. Úgyhogy azt tervezzük, hogy ezeknek az alapítványoknak az elérhetőségét föltüntetjük az üzleteken is, és ez hosszátávon kint fog maradni, hogy aki kedvet kap a jótékonykodáshoz, az meg tudja tenni. Az eseményen az érdeklődők többet megtudhatnak a betegségről, a segítségre szoruló gyerekekről. A kicsik szülei biztosan jelen lesznek a pécsi vásárcsarnok elé tervezett eseményen június 15-én, tudtuk meg Varga Istvántól. Elindult Közép-Európa legnagyobb terepjáró találkozója, a Somogybabodi Offroad Fesztivál. A rendezvény idei mottoja a 7 helyszín, 7 fesztivál, minden eddiginél gazdagabb programokkal várja az érdeklődőket. Hagyomány szerint a dagonya felavatásával kezdődött el az idei Offroad Fesztivál Somogybabodon. A pályán idén is rengeteg sár van, persze szándékosan, amin volt, aki könnyebben, mások nehezebben verekedték át magukat. A fesztiválnak egyre több női résztvevője van. Hát a hétköznapokban egyébként én egy nőiesebb lány vagyok, úgyhogy jó néha legalább egy évben egyszer kimozdulni ebből a szerepből, és akkor felvenni egy ilyen koszos, sáros, szabadabb életérzést. A Csákvári Offroad Klub 25 terepjáróval érkezett. Azt vallják, olyanok, mint egy nagy család. Mindenkinek segítenek, és minden problémát megoldanak. Megyünk, szerelünk, összeszedjük a cuccokat, mindent. Tehát megoldunk mindent. Rövid idő alatt, sárba, műhely nélkül, úgyhogy teljesen jó. Az autós kultúra, a terepjározás élménye és a velejáró életérzés az, ami miatt a fesztivál ideje alatt több tízezren fordulnak meg Somogybabodon. Sokan ehhez igazítják a szabadságukat is. Maga a társaság, a közérzet, az emberek, a családos feeling, minden, ami kell hozzá. Az adrenalin, a lóerő, minden. A szervezők nem csak a lóerők megszállottjaira gondoltak. Család és kutyabarát programokkal, koncertekkel készülnek minden korosztály számára. Az elmúlt években a kemping, az utazás, az együttlét, a kaland sokkal többet jelent, mint maga az autó. Az autók itt vannak, természetesen van dagonyánk, van siratófalunk, vannak új versenyek. Nagyjából 15 egyesület kínálja a versenyeit, tehát egy nagyon professzionális szervezés van évek óta, de emellett sokkal fontosabb lett az, hogy egy hétig együtt lenni, egy hétig kempingezni, főzni, tehát és élvezni a környezetet, amihez 200 hektárunk van. A Somogybabodi Offroad Fesztivál vasárnap estig tart. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Árhullám. Víz alatt a Gemenci erdő jelentős része. Volták rehabilitáció, strand fejlesztése. Többek között ezek várhatóak a következő időszakban Domboriban. Sorkatonaság. Állandó témája volt a közéletnek, a szexerdélyeket is megmozgatja az ügy. Interaktív programok, számos elfoglaltság. Nyári táborokat szervez a Tolna vármegyei szakképzési centrum. Pénteken a hűvös hajnalt követően már kellemesen meleg, délutáni időszakkal számolhatunk. Napközben napsütéses, illetve fátyolfelhőzeten átszűrt idő lesz a jellemző.
A délután folyamán nyugat-kelet irányban keresztezheti az országot egy mérsékelt vastagságú, zömében továbbra is áttetsző felhősáv. Csapadéktól nem kell tartani. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!